Munkahelyteremtés. Elkészült a kisvárdai Éticsiga feldolgozó és fagyasztott tészta termékeket gyártó üzem. Beruházás. Átadták az 540 millió forintból felújított nyírbátori járási hivatal épületét. 120 év. Fennállásának évfordulóját ünnepelte a József András Oktatókórház Nyíregyházán. Éticsiga feldolgozó és fagyasztott tészta termékeket gyártó üzemet adtak át pénteken Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradója következik. Köszöntöm Önöket! A 6,5 milliárd forintos beruházással 300 új munkahely jött létre. A 12 ezer négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény 6,5 milliárd forintba került, amelyet 40%-ban támogatott a magyar állam. A gyárban 100%-ban exportra termelnek majd. Zalaszentgrót után Kisvárdán is gyárat üzemeltet a Burgony Gasztronomi Kft. Hazánkban. A Szabolcs megyei településen 100%-ban exportra készítenek termékeket, amelyek elsődleges piaca Franciaország lesz. A 6,5 milliárd forintból épült gyárban élő éticsiga és fagyasztott tésztatermékek készülnek, melyekre a gyár ügyvezetője szerint egyre nagyobb és dinamikusan növekvő a kereslet. Anyavállalatunk az 1991 óta az én szűk hazámban, Zalában, jelenleg is működő Imofi Kft. Francia tulajdonosa. Ezt a növekvő piaci igényt szeretné, például a csiga és a fagyasztott tészta termékek összekapcsolásával, az immár termelő új, a Zalaszentgróton még működő üzemünknél sokkal kürszerűbb színvonalon kiszolgálni, és önöknél egy teljesen új gyártási és munkastruktúrát meghonosítani. A kisvárdai fejlesztés egy új irányt mutat a jövő, a kiválóság és a külföldi piac felé. Ezt a település polgármestere Leleszi Tibor emelte ki a rendezvényen. Ennek a régiónak is folyamatosan nő a versenyképessége, amelynek egyaránt szereplői a magyar és a külföldi befektetők, közölte a térség országgyűlési képviselője. Ez az első olyan üzem Magyarországon, amelyik a nyugati ország részből áttelepült a keleti ország részbe. És önmagában azzal, hogy itt azt meg tudtuk mutatni egy francia családi vállalkozásnak, hogy igen, itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is képesek világszínvonalú termelést létrehozó üzem létesítésére, azt gondolom példát adtunk a többieknek. Várunk mindenkit, ez fontos a térségnek, fontos a régiónak, fontos a városnak. 300 ember dolgozik, iparüzési adó, családi megélhetés és mégis export. Szerintem ez a jövő. A 12 000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény a legkorszerűbb technológiát alkalmazza. Az 1991-ben alapított vállalat beruházásában 40%-os állami támogatással mintegy 6,5 milliárd forintból valósult meg az új üzemfejlesztése. Átadták az 540 millió forintból felújított nyírbátori járási hivatal épületét csütörtök délután. A hivatali munkát eddig több helyen végezték a dolgozók, ezentúl viszont egy épületben modern körülmények között dolgozhatnak. A felújított épület elhelyezkedése is kedvező. A vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található. A rendőrség régi épülete márciusban még így nézett ki. A hivatalvezető, a kormány megbízott és a térség országgyűlési képviselője. Évelején jelentették be, hogy megújul az épület, és ide költözik a járási hivatal. A beruházás rekordgyorsasággal elkészült. A tetőcserétől az épületgépészeti munkálatokon át teljesen megújult a régi épület, csütörtökön pedig át is adták a dolgozók részére. A hivatali munkát eddig több helyen tudták ellátni a dolgozók. Minden hatóság egy épületen belül lesz ezentúl, csak a kormányablak marad a régi helyén. Olyan szervezeti egységeink költöznek ide, akik például az élelmiszerbiztonságról gondoskodnak, olyan szervezeti egységeink, akik a gyermekeinkről, ugye a gyámügyi területen például, vagy a népegészségügyi területe, akik azért figyelnek és felelnek, hogy az egészségügyi tekintetben is a legjobb feltételek álljanak számunkra. És hát meg kell még említeni azért a családvédelmi akciótervet is, hogy az is egyfajta védelem, a családoknak a védelme, amely területén szintén óriási feladatunk van, és nyilvánvalóan az építésügyesek se maradjanak ki, nekik is vannak ilyen típusú feladatai. A felújításra 140 millió forintos uniós forrást és 400 millió forint hazai támogatást fordítottak. A nyírbátori járási hivatal 40 település lakóinak biztosítja a szolgáltatásait. 2010-ben egy fontos változás történt a közigazgatásban. Az állam és az állampolgárok közötti viszonyt az átalakítással próbálta javítani a kormány, közölte Gulyás Gergely a szabolcsi településen. Akkor határozta el azt a kormány, hogy világossá kell tenni azt,
hogy vannak helyi közügyek, ezek az önkormányzatok intézik, és vannak olyan közügyek, amelyeket pedig helyben kell intézni. Ez viszont állami feladat, és ezt pedig a kormányhivatalokon keresztül, járásokon keresztül, járási hivatalokban intézzük. Ráadásul a járási területeknek, a járásoknak a helyreállítása az rendkívül fontos lépés volt. A 80-as években a járások megszüntetése nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy falvak néptelenedtek el, és hogy olyan sokan választották a falusi létformával szemben a városi létformák, köztük sokan olyanok is, akik egyébként generációk óta falvakban éltek. A mi törekvésünk jól látszik, hogy éppen ezzel ellentétes. Mi azt szeretnénk, hogyha sokan felismernék azt a lehetőséget, hogy nem csupán nagyvárosokban lehet menni, hanem kisebb településeken is lehet élni. Nyírbátorba az elmúlt években 44 nagy beruházásnak köszönhetően 29 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. A választókerületben 7500 új munkahely jött létre, 70 km hosszan útfelújítás, 50 km hosszan kerékpárút építés és korszerűsítés történt, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő. Hozzátette, a járási hivatal épületének felújítása egy hosszú folyamat volt. A nyírbátori önkormányzat egy kicsit mostoha módon állt mind a járáshoz, mint pedig a kistérséghez, és azáltal, hogy egy 540 millió forintos beruházással megvalósult intézménybe kap helyet a járási hivatal, egy kicsit függetlenedtünk Nyírbátor városától, mert hogy a járási hivatal eddig ott működött. A nyírbátori önkormányzat külön bosszúhadjáratot folytatott a kistérséggel szemben. Ugyanezt nem tette meg a járással szemben, de mégis úgy éreztem, hogy lépnünk kell. A felújított épület elhelyezkedése is kedvező. A vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található, így könnyen elérhetőek ezentúl a hivatali szolgáltatások a járás minden polgára számára. A Józsa András Oktatókórház elmúlt évekbeli fejlődése országosan is kiemelkedő teljesítménynek számít, hangzott el az Egészségügyi Ellátóintézmény rendezvényé. Fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte a Nyíregyházi Kórház pénteken. A jeles évforduló alkalmából konferencián tekintettek vissza az elmúlt évek eredményeire, emlékeire és a legfontosabb kórház történeti mérföldkövekre. 120 évvel ezelőtt kezdődött a Józsa András Oktató Kórház története, amelyet az ott dolgozók két nagy periódusra osztanak fel. Az első 100 évet nagy emberek nagy tettei korszaknak nevezik, akik a tudásukkal létrehozták az ellátórendszert. 169 ágyas intézményből vált megyei ellátóvá kórház, ez a növekedés pedig új kihívások elé állította az ott dolgozókat is. Ilyenek a előregedő társadalom, az óriási ütemben elindult technikai fejlődés, az informatikai robbanás, a mindent átható demokrácia, a minden téren jelentkező migrációs jelenségek, a civilizációs betegségek is sorolhatnám. Ezek olyan meghatározó külső tényezők, amik most már kívülről hatnak egy intézmény fejlesztésére, és igazándiból a fejlődést, a 21. századot az határozza meg, hogy egy intézmény ezeknek az elvárásoknak akar megfelelni. Ennek egyik legfontosabb mérföldköve volt a Józsa András Oktató Kórház életében a tömbkórházzá alakulás és az ehhez tartozó beruházások megvalósítása. Tömbkórház beruházása előtt a kardiovaszkuláris tömb 80-as években, ugye most kicsit visszafelé lépegetve a sebészeti tömb. Ezek a építkezések, ezek az épületek, ezek adták azt, hogy ez egy nagyon magas színvonalú szakmai munkát is kellett hozzátennünk. Ennek a nagyon magas szakmai munkának az eredmény és következménye az, hogy megyei ellátók lettünk, tehát a megye egyéb kórházainak is tulajdonképpen ugye egy integrált intézmény vezérhajója vagyunk. Többek között ezen fejlesztések miatt foglal el előkelő helyet országos szinten is a Józsa András Oktató Kórház. Ekkora méretben azért a klinikai tömbök és a klinikai kórházak szoktak rendelkezni, de ez egy természetesen egy speciális helyzet, létrejött ez a tömbkórház, és ebben a tömbkórházban gyakorlatilag az a több kórháznak a csoportosulása, illetve ennek a nagy területnek az ellátása megvalósult. Én azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségek után azért
történtek olyan szervezeti átalakítások, illetve maga a tömbkórháznak a létrehozása egy sikertörténet. A régi elemek felújítása még hátra van. Az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szerint azonban ezek fejlesztése és átalakítása is szükséges ahhoz, hogy továbbra is kiemelkedő színvonalú ellátást tudjon nyújtani a Jós András Oktató Kórház. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt péntek reggel 6 óra 30 perc körül Nyírvasvári és Terem között. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személygépkocsi egy autóbusszal ütközött frontálisan. A baleset következtében a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Az autóbuszban senki nem sérült meg. A baleset körülményeit a Nyírbátori Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. ’20-tól évente mintegy 30 milliárd forinttal többet szán kutatásfejlesztése és innovációra a kormány. Erről beszélt Sanda Tamás, a tárca miniszterhelyettes egy Baktalórendházi konferencián. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a pályázati forrásokból megvalósuló beruházásokról és a civil szervezetek munkájáról tartott előadást. A magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről beszélt Sanda Tamás, innovációs és technológiai miniszterhelyettes Baktalórendházán. Előadásában kiemelte, Európában egyedülálló módon 5%-kal növekedett a GDP az utolsó negyedében, 2010 óta pedig több mint 800 ezer új munkahely jött létre az országban. A politikus hozzátette, jövő évtől kezdődően több pénzt szán a kormány az innovációs fejlesztésekre. A Magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként 2020-tól 25%-kal növekszik a kutatásfejlesztésre és innovációra fordítható költségvetési forrásoknak az összege. Ez több mint 30 milliárdos bővülést jelent évente. Ennek azért van önmagán túlmutató jelentősége, mert a következő évtizedek következő időszak kihívása, az egyértelmű kihívására adandó válasz az egyértelműen az innováció és az innováció központú gazdaságpolitika. Abban kell segítenünk a magyar vállalkozásokat, abban kell segítenünk a magyar kis és közepes méretű cégeket, hogy a saját működésükben is egyre hatékonyabbak legyenek, egyre versenyképesebbek legyenek. Kovács Sándor, a választókerület országgyűlési képviselője a konferencián kiemelte, a térség települései éltek a pályázati lehetőségekkel, Baktalórendháza pedig visszanyerte azt a helyzetét, amellyel méltán lehet székhelye a járásnak. Hozzátette, a környék civil szervezeteinek közösségi munkája elengedhetetlen a sikerhez. A város nagyon sikeresen lovagolta meg a település operatív programot, amit a megyei önkormányzat menedzsel. Nagyon sikeres a város ebben. Kerékpárutakkal, intézményekkel és egyébben beruházásokkal, utakkal, ami még egyszer mondom a járási megközelíthetőséget is jelenti. Emellett a mai konferenciával párhuzamosan ugye nemzet együttműködése alapot civileknek a finanszírozásáról is beszélünk. Jó arányokat ért el maga a megye és országos szinten. Ezen belül azt gondolom, hogy Baktalórendház és a Baktalórendháza környékű civil szervezeteknek is van mire büszkének lenni. Számomra is fontos, hogy az itteni civilek és a választókerületben lévő civilek azt a fajta közösségi kohéziót erősítsék ezekből a forrásból, amit tud működni egy település, egy baráti társaság és végül egy választókerület, egy ország és egy nemzet. Kovács Sándor hozzátette, az ipari park fejlesztéseknek és az energetikai beruházásoknak köszönhetően egyre több cég választja telephelyeiül a Baktalórendházi járást. Bemutatták a Fidesz-KDNP nyírbátori polgármester jelöltjét csütörtök délután. Gárdos László az önkormányzati szférában dolgozik, komplex városfejlesztési programmal készül az október 13-ai választása. Tervei között szerepel egy elkerülő útépítés az ipari park közelében, illetve felújítaná a buszpályaudvart is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormánypárt jelöltje jó partner lenne a jövőben, ha bizalmat kap a választópolgároktól. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a jelenlegi polgármestert azok a pártok támogatják, akik lebontanák a határokat védő kerítéseket, ezzel segítve a bevándorlást. Ez azért is érinti a helyieket, mert itt működik az ország egyetlen őrzött menekült szállása, hangzott el a sajtótájékoztatón.
Sorsfordító választás lesz az október 13-ai, amelyen vissza kell adni a reményt a fiataloknak, és meg kell mutatni, hogy van esély a változásra. Emelték ki a Momentum pénteki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt EPI képviselője elmondta, olyan modern európai vezetőket szeretnének Magyarország és a város számára, mint amilyen a szövetségben Nyíregyházáért pártszövetség polgármester jelöltje, Jeszenszky András. Cseh Katalin szerint helyi jelentősége mellett több más szempontból is fontos lesz ez a választás. Az országos tétje pedig az, hogy meg tudjuk állítani az elvándorlást, amelyet a reménytelenség és a gazdasági leszakadás okoz. Politikailag pedig meg kell mutatnunk azt, hogy a Fidesz propagandája téved, hogy nem kérünk a jogállam lebontásából, és hogy igenis van következménye 9 évnyi rossz kormányzásnak. És a legfontosabb talán pedig az, amiben én a legtöbbet tudok tenni, az európai tét. Vissza tudjuk adni Európa bizalmát Magyarországban, meg tudjuk menteni Magyarországnak az EU-s pénzeket. És hogy el tudjuk érni azt, hogy olyan felelős vezetőket választunk itt helyben, akik jól használják fel az EU-s pénzt, és feltárják a visszásságokat, hogy Nyíregyháza újra európai város lehessen. A magyar népnek 1000 éve küldetése, hogy megvédje a keresztény Európát, hangzott el a Rákóczi emlékév Mária Pócsi rendezvényén csütörtök este. A magyar törvényhozás tavaly novemberben egyhangulag szavazta meg, hogy 2019 Rákóczi emlékév legyen, annak kapcsán is, hogy II. Rákóczi Ferencet 315 éve választották Erdély fejedelmévé. Vecsernyével kezdődött a II. Rákóczi Ferenc emlékév Mária Pócsi rendezvénye a Kegytemplomban. Az ünnepségen elhangzott, nem csak a dicső fejedelem előtti tiszteletadása célja a 2019-es évnek. Tulajdonképpen azoknak a gondolatoknak a fölemelése, amelyek a nemzet jövője szempontjából nélkülözhetetlenek, és ezek a egyértelmű család, nemzetbarátság, a nemzetért való elkötelezettség, azok a gondolatok, amelyek a keresztény gyökerekből fakadnak, amelyek itt különösen utolérhetők és valamennyiünk elé állíthatók, és tulajdonképpen tisztelgés azelőtt a gondolat előtt is, hogy egy ilyen országnagyság, mint II. Rákóczi Ferenc képes volt nemzetegyesítést végrehajtani. Fontos, hogy mindenki megismerje II. Rákóczi Ferenc életét és hazaszeretetét, valamint, hogy megtudják, a szabadságharc valódi értelme az volt, hogy nem lettünk örökös tartománya Ausztriának, közölte Lomnici Zoltán, az emlékév kezdeményezője. Ezt Rákóczinak köszönhetjük, és azoknak az itt élőknek, és a Kárpátalján élő magyaroknak és ruszinoknak, akik elsőként csatlakoztak Rákóczi hadaihoz. Ennek a szabadságharcnak fontos üzenete, hogy a magyar szabadság szerető, és ahhoz, hogy ezt a szabadságot kivívjuk, tisztelni kell múltunkat, ragaszkodni hagyományainkhoz, és megvédeni országunkat. Katonai értelemben nem volt győztes a Rákóczi féle szabadságharc, de ezután már nem tudták a magyarságot úgy elnyomni, mint előtte. A nemzet jövője szempontjából bizonyos értelemben, így mégiscsak győztesnek számítottunk, hangzott el Mária Pócson. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcnak az egyik kevésbé ismert elmondata, hogy az igaz ügyet nem hagyja el az Isten. Szerintem ez is legalább annyira aktuális, mint a másik elmondata, hogy Istennel a hazáért és a szabadságért, hiszen a magyar népnek most már talán mondhatjuk, hogy egy évezrede van egy küldetése a keresztény Európa védelmében, és ez a küldetés ez ma is aktuális. Másik dolog, hogy mi egy szabadság szerető nemzet vagyunk, mi nagyon sokszor küzdöttünk a szabadságunkért, ám ez a szabadságküzdelem ez sosem volt egy öncélú lázadás, hanem mindig az igazságtalan elnyomás ellen lázadt föl a magyar nép, hiszen számos esetben volt tapasztalatunk ilyenben. Az emlékév részeként egy vándorkiállítás is érkezett Mária Pócsra II. Rákóczi Ferenc életéről. Ezt a hadtörténeti intézet és múzeum készítette. Jövő év tavaszáig még számtalan állomása lesz a tárlatnak, várhatóan több 10 000 ember láthatja majd. Két idegenbeli mérkőzés követően szombaton ismét hazai környezetben játszik a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az újonc Szent István Ese csapatát fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Az újonc Szombathely elleni győzelmet követően két élcsapat ellen léptek pályára kisvárdai női kézilabdázók.
A Ferencváros és a Siófok elleni meccseken érvényesült a papírforma, de Bakóbotton tanítványai nem játszottak alárendelt szerepet. A következő fordulóban olyan mérkőzés következik, amelyen a Kisvárda az esélyes, de az újon Szent István esély ellen is meg kell harcolni a győzelmért. Nem becsülhetjük le az ellenfelünket, és nem csak a Szent István, hanem senkit. Tisztelnünk kell mindenkit, a lehető legjobban fölkészülünk, és azt gondolom, hogy 100%-os koncentrációval és odaadással kell pályára lépnünk. Meg nem fordulhat a fejünkben az, hogy ezt a mérkőzést mi már megnyertük, az lenne a legnagyobb hiba. Mindenképpen a pályán fog eldőlni, és a Szent István azért tud egy veszélyes csapat lenni, mert mivel azt gondolom, hogy minden mérkőzésen gyakorlatilag nyomás is nélkül léphetnek pályára. Viszont nekünk nem szabad, hogy megforduljon a fejünkbe, hogy esetleg kötelező a győzelem, illetve hogy muszáj nyernünk, felszabadultan és fegyelmezetten jól kell kézilabdáznunk. Bízom benne, hogy olyan sebességet és színvonalat tudunk mutatni, ami már egy előremutató jel. Dolgozunk, most talán egy picit holponton vagyunk, de a hétvégére kijövünk belőle, és mindent megteszünk a jó játékért. A Kisvárda Szent István ese mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Éticsiga a feldolgozó és fagyasztott tészta termékeket gyártó üzemet adtak át pénteken Kisvárdán. A 6,5 milliárd forintos beruházással 300 új munkahely jött létre. A 12 000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény 6,5 milliárd forintba került, amelyet 40%-ban támogatott a magyar állam. A gyárban 100%-ban exportra termelnek majd. Elkészült az 540 millió forintból felújított Nyírbátori járási hivatal épülete. A hivatali munkát eddig több épületben tudták ellátni a dolgozók, ezentúl viszont egy helyen, modern körülmények között dolgozhatnak. A felújított épület elhelyezkedése is kedvező, a vasútállomástól és az autóbuszállomástól csupán néhány száz méterre található. Fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte a Gyúzs András Oktatókórház. A jeles évforduló alkalmából ünnepi konferencián tekintettek vissza az elmúlt évek eredményeire, emlékeire és a legfontosabb kórház történeti mérföldkövekre. Az egészségügyi ellátóintézmény fejlődése országosan is kiemelkedő teljesítménynek számít. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 20-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Péntek este változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd estétől csökken a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül alakul. Szombaton kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű. Vasárnap is napos, száraz időben lesz részünk. A jövő hét elején gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen elered az eső, zápor eső, néhol zivatar is kialakulhat. A következő napokban változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan valószínű csapadék. Enyhébbek lesznek az éjszakák, a maximum hőmérséklet lényegesen nem változik.